Hivatalok, intézmények, szervezetek, szakértők és persze politikusok a Nyugat-Dunántúli régióból, mindannyian a társadalmi felzárkóztatásban érdekeltek, abban a témában, amely ma Magyarországon több millió embert érint. Nekik segíthetnek azok a kormányzati programok, amelyek már javában zajlanak. Sajnos az országban közel most már 3 millió ember él, aki szegénységben él, és hogy nekik valami új lehetőséget nyújtsunk. Az új lehetőségnek az alapdokumentuma a stratégia, abban van egy intézkedési terv, tehát ez az újdonságnak az eleje, az alapja. Az intézkedési tervben 60 intézkedés van. Különböző területeken, mindegyik, ami a legfontosabb az életben. Oktatás, egészségügy, foglalkoztatás. És ami pedig tényleg újdonság, hogy a felzárkózás az komplexen közelít meg. Az nem egy területet céloz, hiszen egy embernek az élete is komplex, és általában a problémák is olyan megoldást igényelnek. A házigazda Győr szociális területen és az esélyegyelőség megteremtésében is élen jár, ezért volt külön öröm az önkormányzat számára, hogy éppen a megyeszékhelyen cseréltek eszmét az érintett szakemberek. Úgy gondolom, hogy Győr a polgárok érdekei felől közelíti meg a közszolgáltatásokat, és nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy a társadalmi esélyegyenlőség biztosításához az oktatás, a szociálpolitika, az egészségügy és különböző szakpolitikák összhangjára és stratégiai együttműködésére van szükség. Mi magunk erre törekszünk itt Győr városában. A roma társadalmat is nagyban érinti a társadalmi felzárkóztatás kérdése. A Cinkapanna Kulturális Egyesület évek óta küzd azért, hogy különböző programokkal segítse a cigányság felemelkedését. Elnyertünk egy olyan pályázatot, amiben hátrányos helyzetű embereket, többek között roma embereket tudunk képezni, illetve foglalkoztatni. Illetve tanodapályázatunk van benne, ami oktatási hátrányt szenvedett fiataloknak segít felzárkózni. Általában ezekkel a pályázati forrásokkal szoktunk élni, a saját ötleteinket próbáljuk, saját integrációs ötleteinket próbáljuk meg megvalósítani, megmérettetni Európai Uniós pályázati szinten. Az egésznapos konferencia fő témái az oktatás, képzés, a foglalkoztatás, az egészségügy, valamint a civil és egyházi programok voltak. A program egyébként, amelynek keretében a tanácskozást is rendezték, 500 millió forintból valósult meg, a szakemberek pedig 189 jogszabályt és 433 helyi szintű szabályozást vizsgáltak felül. Ezekkel kapcsolatban ráadásul 384 módosító javaslatot is megfogalmaztak.